Rá sem lehet ismerni a Sátoraljaújhelyi Kazinci Múzeum belső tereire. A rekonstrukció során kicserélték a tetőszerkezetet, megújult az energetikai rendszer, akadálymentesítették a múzeumot, több kiállítóteret leburkoltak és a pincét is felújították. Az új kiállításokat a Petőfi Irodalmi Múzeum szakemberei álmodták meg, januártól ugyanis a budapesti intézménye fenntartója a Kazinci Múzeumnak, a Magyar Nyelv Múzeumának és a Széphalmi Emlékcsarnoknak. A muzeológusok, belső építészek segítségével egy európai színvonalú, nemzeti jelentőségű, a látogatókat megragadó különleges múzeumot hoztak létre a korábban inkább helyi jelentőségű Sátoraljaújhelyi intézményből. Az új tárlat lenyűgöző, nem is gondoltam, hogy ilyen gyönyörű élményben lesz részem, vagy ilyen meghatározó vagy lenyűgöző élményben lesz részem. A főtárlatanyaga, amely a Szép és a Jó címet viseli, részben már látható volt a Kazinci centenárium alkalmával Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ezt igazították a helyi viszonyokhoz, és kibővítették több korábban soha be nem mutatott kuriózummal. Az interaktív elemeket és a digitális technikát bőségesen használó tárlat a reformkor bemutatása mellett Kazinci egyfajta személyiség lenyomatát tárja fel a műalkotásokon, művészetekhez kapcsolódó tárgyakon keresztül. A mi látószögünk egy olyan látószög, ami úgy vizsgálja Kazincit, mint a művelődés történet és mint a művészetek ismerőjét, és olyanként, mint aki a művelődéssel, a művelődés történettel és a művészetekkel szeretne valamit átadni a nemzetnek. A Sátoraljaújhelyiek közül sokan várták már, hogy befejeződjön a felújítás. A Petőfi Irodalmi Múzeum filiáliaként a korábbinál több új kiállításnak és rendezvénynek adhat majd otthont az intézmény. Egy olyan fenntartót sikerült találni, amelyik szakmailag is képes segítséget adni, útmutatást adni, és tárlatokat hozni Sátoraljaújhelybe. Ez egy plusz, ez egy óriási előnye Sátoraljaújhelynek innentől kezdve. A Kazinci Múzeum megnyitásával egy olyan hármas, egymást kiegészítő múzeumi rendszer alakult ki Sátoraljaújhelyen, amely egyedülálló módon járul hozzá a kazinci kultusz ápolásához. A Magyar Nyelv Múzeum egy modern épület, és egy modern épületben próbáljuk a muzeológia eszközeivel megközelíteni a tárgyunkat, ez pedig egy patronás régi, a megye történetének egyik legfontosabb helyszíne, tehát magának az épületnek a kedvéért is már érdemes ide eljönni, és hogyha ezt majd négy kiállítást felfűzünk, akkor szerintem mindenki talál magának kedvére valót. A felújított épületet Halász János kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg. A politikus szerint a múzeumi rendszer átalakítása sikeres volt, a gyűjtemények kinyíltak, közösségi terekké váltak. Jövőre pedig 17 milliárd forinttal bővül majd a kultúrára elkölthető összeg, amelyből a múzeumok is jelentős mértékben részesülnek. A kultúrára, a művészetekre nem tehertételként kell tekinteni, hanem erőforrásként, mert hogy erőforrások, mert hogy mindnyájunknak segítenek, olyan közösségi lehetőséget biztosítanak egy kis településen, egy közösségi ház, vagy egy nagy országos múzeum, ha elmegyünk és meglátogatjuk, amitől szebbek, jobbak leszünk, épülünk tőle, tanulunk belőle. A Kazinci Múzeum az átalakítást követően is megőrizte történelmi gyűjtemény jellegét. A földszinti kiállítás szintén interaktív elemekkel a Sátoraljaújhelyi vár feltárásának menetét, az ott talált leletanyagot tárja a látogatók elé, hamarosan pedig újra látható lesz a zempléni élővilágot bemutató gazdag természetrajzi gyűjtemény is. Emellett a tervek szerint rendszeres időszaki kiállítások lesznek itt és a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumában. Olyan tárlatok is, amelyek a Petőfi Irodalmi Múzeum után itt lesznek először láthatók.